Újra itt vagyunk a Hanság szívében, Mészáros Lőrinc luxus vadászházánál. Amióta legutóbb erre jártam, azóta ugye volt egy parlamenti felszólalásom is a témában, ahol azt próbáltam meg megtudni a kormány tagjaitól, hogy mégis miből finanszírozta Mészáros Lőrinc ezt a beruházást, és az oly sok egyéb beruházását szerte az országba. Természetesen érdemi válasz nem érkezett, csak a mellébeszélés és a folyamatos falazás. Azóta még az is történt, ugye, hogy a fideszes elit felavatta ezt a luxus vadász helyszínt, ami egyébként helikopterleszállóval rendelkezik, illetve lehallgathatatlan helységekkel. Azért gondolkodjunk el ezen is, hogy mi szüksége van a vadászathoz lehallgathatatlan épületekre. Az is érdekes, ugye, hogy itt legutóbb a biztonsági őrök próbáltak meg engem megakadályozni abban, hogy közelebbről megismerjem az objektumot. Itt azért nagyon fontos leszögezni, hogy közúton állunk, akkor is közúton álltunk, és ennek ellenére próbálták meg ezt megakadályozni. Azóta még elhelyeztek itt egy fa sámlit, ami egy piros vonallal gondolom azt igyekszik jelképezni, hogy átlag állampolgárnak behajtani tilos ezen az úton, a közúton. Sőt, azóta a végére egyébként egy sorompót is szereltek, ami szerintem szintén teljesen szabálytalan és szembe megy azokkal az értékekkel, amit egyébként vallunk, miszerint a közút, a közjavak, azok pontosan mindenki számára elérhetőek kellenek, hogy legyenek. Továbbra sem tudjuk tehát, hogy Mészáros Lőrinc miből építette ezt a luxus vadászházat, és azt sem tudhatjuk, hogy mi szüksége erre a hatalmas biztonsági háttérre, ami jellemzi ezt az objektumot. Nem állunk meg, megyünk tovább. Én úgy gondolom, hogy mindenkit érdekel a térségben és szerte az országban az, amit itt a fideszes elit művel a mi pénzünkből.